Köszöntöm nézőnket, dr. Kanászai Lászlóval beszélgetünk itt a Nagyvénkertben, hiszen ez az ön körzete. Az előzőekben Molnár Pállal, a Városgondosság vezetőjével, Szepesi Tibor polgármester úrral megnézték a területet. Milyen problémákat vetett föl? Hát már időszerű volt bejárnunk a körzetet polgármester úr megválasztása után, és itt voltunk, és átnéztük a problémákat. Mindenképpen a nagyvénkerti lakótelep, hát így, hogy úgy mondjam, a külterületi része olyan lelakottnak mondható. Ugye nagyon szép a kosárlabda pálya, az edzőpálya, amik ugye megépültek és a város díszére váltak végül is, és nagyon szeretik ezt használó fiatalok. De egyéb szórakozási lehetőség, játék lehetőség, és hát infrastruktúrális problémák azért fölmerülnek itt a fogadóórákon is, és egyébként is, ahogy megkeresnek az itt lakók, akár a kórházi dolgozók, akár erre jártomba az itt lakó emberek. Sok csapadék elvezetési probléma van, akár az utakon, akár a épület együttes környezetében. Az elvezető árkokat ki kell takarítani, néhány helyen javítani kell ezeket az elemeket. Szeretnénk ezt a nagy parkos részt egy kicsit élhetőbbé, lakhatóbbá tenni. Erről beszélgettünk, és próbálunk valamilyen forrásokat találni, talán arra, hogy a jövőben jobban kihasználható, élhetőbb legyen ez a terület. Nagyon még egyre több személygépkocsi miatt a parkolásnak a gondja. A lakók szeretnének több garást látni, illetve ha az önkormányzat ebbe tudna segíteni, hogy ezek megvalósulhassanak. Ezekről beszélgettünk, és ezeket a problémaköröket jártuk be. A lakótelep kertvárosi részében, ott pedig globálisan a csapadék elvezetés az évek óta, vagy talán a létrehozása óta fennálló probléma, hiszen itt nem volt ez betervezve a telkek infrastruktúrális fejlesztése során. Hát ezt most utólag valahogy meg kellene oldani, több utcán nagyon rosszak a vízelvezetési, csapadék elvezetési gondok. Hallottok itt az előbb, hogy különböző pályázatokat fognak majd ehhez keresni. Itt szóba került, itt pont mögöttünk volt valaha egy kis játszótér, tehát az is szóba került, hogy ide is esetleg játszótér, tehát azt gondolom, hogy van sok olyan kérdés, amit most sikerült megbeszélni, hogy mire lehet pályázni. Igen, hát ugye volt itt játszótér valaha, amikor a bérházak épültek, ezek lelakottá, elavulttá váltak, tönkrementek, újra sok fiatal költözik a lakótelepre, újra kisgyerekekkel telik meg, hál' Istennek, ez a terület, és ugye nem nagyon van lehetőség, hogy megfelelő játszóparkjuk legyen ezeknek a kisgyermekeknek. Egy kisebb játszótér van a kosárlabda pálya mellett, ami nagyon korszerű, modern, néhány játékelemet tartalmaz, de túl közel van a kosárlabda pályához, és ha a nagyok játszanak, ugye labdáznak, lendületben vannak, akkor bizony veszélyeztethetik akár a kisgyerekek testépségét. Nem nagyon szeretik a szülők ezt ilyenkor használni. És hát a terület belső részében pedig nincsen erre lehetőség, próbálunk erre valami megoldást találni. Itt a csapadékvíz mellett azért nézték azokat a fákat is, amelyek esetleg akadályoztatják itt az utat, vagy éppen a házaknak érnek. Igen, hát nagyon szépek itt a növények, de részben ugye túlnőttek is a kívánatosnál. Időnként buja növényzet van a fák mellé nőve. Természetesen ezt a lakóknak is a kívánságát figyelembe véve próbáljuk rendezni. Ugye van, akinek az a jó, ha az erkély előtt lombosodik a fa, van, akinek nem jó, tehát nagyon nehéz itt igazságot tenni, inkább a szakszerűség kell, hogy itt eldöntse, hogy milyen növényzetet hagyjunk meg, illetve telepítsünk újra.